Ezzel a kisfilmmel hívja fel a figyelmet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság arra, hogy mik a teendők vadütközés esetén. Ilyenkor a jármű vezetőjének be kell jelentenie a balesetet a rendőrség segélyhívó számán. A korábbi eljárásrend szerint sokszor nehezen volt elérhető az illetékes vadásztársaság és az ottani hivatásos vadász, azonban egy informatikai fejlesztésnek köszönhetően a diszpécser már perceken belül értesíteni tudja a balesetről a vadásztársaságot. Kollégáink fejlesztő munkájának eredményeképpen a megyei kormányhivatal, mint vadászati hatóság a rendelkezésre álló területi adatokat felvitte egy elektronikus felületre, amit átadtunk a rendőrségnek, illetve a vadászkamara pedig a hivatásos vadászokon keresztül szintén bekapcsolódott ebbe az együttműködésbe. Hát ennek lesz az az eredménye, hogy ha érkezik valahol jelzés egy vadelütésről, akkor azonnal tudni fogják a műveletirányítási központban, hogy melyik társaságot kell kértesíteni. Én azt gondolom, hogy ez minden tekintetben egy sokkal hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé, és abban bízom, hogy ez el fog terjedni később ez a rendszer az egész országban is, mert hogy nyilvánvalóan, ami nálunk probléma volt, az máshol is probléma. A fejlesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság, a megyei kormányhivatal és a megyei vadászkamara együttműködésében jött létre, melyről háromoldalú megállapodást írtak alá csütörtökön a megyeházán. Egy olyan alkalmazást sikerült így telepíteni a tevékenységirányítási központba, ahol megfelelő adatvédelmi körülmények mellett online módon azonnal tudunk reagálni, azonnal tudunk intézkedni, és pontosan ismerjük a különböző vadászati területek határait, az ott élő embereknek a felelősségi szintjét, és tudunk ezen keresztül segítséget nyújtani azoknak az állampolgároknak, akik tőlünk kérnek szintén segítséget ügyesbajos dolgaiban. Dr. Jámbor László, az Országos Vadászkamara elnöke szerint területenként eltérő módszerekkel történik a vadásztársaságok értesítése vadütközés esetén. Sokszor tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a vadütközések jellemzően éjszaka történnek, és ilyen esetekben akár több társaságon és több hivatásos vadászon is keresztül kell jutnia a rendőrségnek. Egy ilyen rendszer, amely ugye teljesen rövidre zár az érintett felek között. Nem kell keresgélni éjszaka azt a hivatásos vadászt, tehát ha kezdhetném úgy, hogy azt a vadásztársaságot, akihez tartozik a terület, azon belül azt a hivatásos vadászt, aztán még a rendőrhatóságot viszonylag könnyű elérni. És ez a rendszer ezt gyakorlatilag rövidre zárja, és azt kell mondanom, hogy egy nagyon-nagyon okos gondolat volt, és köszönet érinti, vagy köszönet illeti azokat, akiknek ez az agyába fölmerült, illetve az érintett felekkel ilyen szinten ezt végigvitték. Az Országos Vadászkamara elnöke a sajtótájékoztatón hozzátette, országos szintű fejlesztésé nőheti ki magát a szabolcsi kezdeményezés, amely összekapcsolja a vadászati hatóságot, a rendőrséget, valamint a vadásztársaságokat is.